Ezek a rágók, tapaszok és más készítmények is segíthetnek a leszokásban, a kiválasztás során fontos figyelembe vennie a dohányzónak, hogy naponta hány szál cigit szível, ugyanis ez alapján különböző erősségű termékek közül választhat. Az egyik legújabb ez a nyelv alatt felszívódó készítmény. Elsősorban egy elhatározás szükséges hozzá, hogy valaki le akarjon szokni a dohányzásról. Sajnos ezt semmilyen készítménnyel nem lehet pótolni. Amiért ezek a készítményeket egyáltalán kifejlesztették, az az, hogy a dohányzás egy nikotinfüggőséget alakít ki, és emiatt sokkal nehezebb leszokni róla. Ezt a függőséget akarjuk csökkenteni ezekkel a készítményekkel. A legrégebben különböző rágók, amik nikotin tartalmaznak, illetve különböző tapaszok kerültek forgalomba. Ezek pótolják a dohányzás által bevitt nikotin mennyiséget pár hét után, fokozatosan egyre gyengébb termékeket vásárolva pedig már ezt is elhagyhatják a dohányzók. A rágók és tapaszok átlagára dobozonként 3 és 7 ezer forint között van, házi orvosi egyeztetés után pedig akár gyógyszer is alkalmazható. A dohányzás a tüdőrák kialakulásának fő oka. 100 betegből mindössze 15-en élnek még 5 évet a betegség felismerése után, a férfiak között pedig ez az első számú halált okozó megbetegedés Magyarországon. A tüdő alveolusoknak a felszíne, mint egy teniszpálya felszíne, tehát úgy szoktam magyarázni, hogy amikor beszívjuk a füstöt, akkor olyan, mint hogy egy sluk, ahogy szokták a dohányosok mondani, gyakorlatilag eloszlik egy egész teniszpálnyi területen, tehát föl tud nagyon sok anyag szívódni. Egyébként több mint 5000 kémiai anyagot tartalmaz a dohányfüst, különböző szemcsék, különböző méretű szemcsék vannak a dohányfüstben, egészen az apró mikrométeres szemcséktől a pár mikrométeres szemcsékig, és ezek a belégzés közben különböző helyeken tapadnak le. A nikotin már a felső légutaktól kezdve felszívódhat a szájüregből, vagy akár orron keresztül is, de a nyálban is lerakódnak ezek a kémiai anyagok, amelyek a gyomorba kerülve sok esetben a gyomorrák okozói is lehetnek. Ez a táblázat azt mutatja, hogy a legutóbbi felmérések szerint a magyar lakosság 26%-a dohányzik, azaz közel 2 millióan. A Nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vizsgálata alapján a megfigyelt országok átlaga 19%, ezt a számot pedig jóval meghaladják a hazai adatok. Fontos tudni azt is, hogy nem csak az aktív, hanem a passzív dohányzókra is egyformán káros a cigarettafüst. Ki lehet mutatni, meg lehet mérni, hogy légköbméterre mennyi füstszemcse, légköbméterenként mennyi füstszemcse található, és ami még rosszabb talán a passzív dohányosoknak, hogy ezek a füstszemcsék a dohányzók, aktív dohányosoknak a kifújt levegőjéből származik, tehát kondenzációs réteg rakódik le, és ez a nedves kondenzációs réteg, ami a szemcsékre rakódik, tartalmazhat egyéb vegyi anyagokat, amit a szervezete termelt a dohányosnak. A dohányzás leszokásához Szabó Péter szerint fontos segítséget kérni. A Víz utcai tüdőgondozóban egy komplex segítő program foglalkozik ezzel. Hozzátette, sokan elutasítják a pszichológiai, pszichiátriai kezeléseket, pedig a dohányzás egyik fő problémája a pszichés kötődés.